Kedves nézőim, kedves hallgatóim! Mindenkit sok szeretettel üdvözlök, és nagyon örülök, hogy velem tartanak. Ennek az előadásnak azt a címet adtam, hogy a családi légkör hatásai. Sokan talán meglepődnek ezen a címen, de sajnos nagyon fontos lenne ezt a kérdést komolyan venni. Életünk a családban kezdődik, és az akkori időben átélt napjaink kihatnak az egész életünkre. Most már egy 2 hónap és 30 éve jönnek hozzám a betegek, általában mindig komoly problémákkal, hozzák hozzám a szülők a gyermekeiket, és itt a kis irodában való egymással való viselkedésük nagyon sok mindent elárul életükről. Ki is az első példa a gyermeknek? Természetesen a szülők. A szülők nem az ünnepnapi, nem a munkahelyi, hanem az otthoni viselkedésük. A gyermek, én azt szoktam mondani, egy nagyon érzékeny műszer. Mindent figyel, mindent észrevesz, de sajnos sokszor a szülők erre nem gondolnak. Nem gondolnak arra, hogy hogyan viselkednek egymással. Az apa akkor lesz jó példaképe a gyermekeinek, ha szereti, megbecsüli az ő édesanyjukat. És ezt a mindennapi élet kis mozzanatai árulják el, segít neki a háztartásban. Foglalkozik-e a gyerekekkel? Beszélget, játszik-e a gyerekekkel? Vagy ha hazamegy, eszik, és vagy a barátok, vagy a televízió, vagy a net elfoglalja az idejét. Meglepi-e az anyjukat valami kedvességgel? Cselekedeteivel mutatja-e, hogy ő igazán értékeli az ő édesanyjukat? A gyermekek mindezt nagyon látják. Hiába mondod szavaiddal, hogy így szeretlek, úgy szeretlek, ha ez a hétköznapi életben nem mutatkozik ki. Gondolkozunk el a következő szavakon. A szavak megindítanak, a példák vonzanak. Nagyon sokszor van olyan eset, amikor látom, hogy a gyermek feszélyezett a szülei előtt, hogy beszéljen nekem. De általában ezt a szüleik is észreveszik. És én még rá szoktam kérdezni a gyermekre, hogy kiküldjem a szülőket, és ő csak a szemével int, hogy igen. Sokszor, amit elmond nekem, szinte döbbenetes részemre. Most nem azokról a családokról gondolok, ahol el vannak válva, vagy pedig már második házasságban, neked is van gyermeked, nekem is van gyermekem, hanem egy teljes családi légkörre gondolok, ahol együtt van az édesapa és az édesanya. Vajon szakítanak-e időt, hogy gyermekeikkel beszélgessenek, hogy megkérdezzék, hogy mi a problémája, vagy mi történt? Mert csak is az együttes beszélgetéssel tudnak jó lelki kapcsolatot kinevelni egymás között. Nagyon tanulságos az a meghatározás, hogy a szavak a lélek közlekedési eszközei. Lehetővé teszik, hogy az emberek érintkezzenek egymással. Beszéljünk most egy kicsit a gyermekekről. Mikor a 8-10 éves gyermek vizsgálatakor feltett kérdéseimről, kiderül, hogy 2-3 év utána született neki egy kis testvére. És ekkor mindjárt felvetődik a kérdés, vajon a nagyobbikra odafigyeltek ezután is eléggé? Foglalkoztak-e vele is, a pici mellett szántak rá is időt? Vagy a kicsit babusgaták, sőt, még jöttek a nagyszülők, a rokonok, az ismerősök, azok is azt dicsérgették, és észreveszi mindjárt, hogy reál kevesebb idő jut. Gondolják át, hogy érzi magát az a kis gyermek 3-5 éves korában, mikor lássa ezt a megkülönböztetést. Bizonyára sokan emlékeznek, hogy szoktam mondani, hogy a gyermeknek 6 éves koráig az anyja ágya mellett a helye. Na igen, de hát 4-5 éves korában megszületett a kis testvér, és őtet lehet, hogy kitették a másik szobába. Vajon folyamatosan bevonják őt is a kicsi ápolásába? Foglalkoztak vele úgy, hogy ne érezze magát mellőzöttnek? Vagy oda gondolnak a szülők, hogy a kisebbik gyermek folytonos dicséretével a nagyobbikba fejlesztenek egy kisebbségi érzést?
És mikor idehozzák a 6-10 éves gyerekeket, és látom ezt, nagyon nehéz rá is ébreszteni a szülőket arra, hogy valahol a mostani betegségnek itt kell keresni az okát. A lelki-idegi állapotunk minden szervünkre kihat. Nem csak fizikai betegséget hoz, hanem lelki sérüléseket, ezzel jellemhibákat. Kifejlődik benne a 4-5 éves korában a féltékenység, az irigység és a kisebbségi érzés. Mikor 1968-ban kimentem a brazil kórházba, a fő természetgyógyász a szememből mindent kiolvasott. Nem tudott semmit rólam, csak az, hogy csípő fájdalmaim vannak, csípő műtétem volt, de ő elmondott mindent, a rettentő fejfájásomat, a májamat, mindent elmondott a szememből. Az iris diagnosztika által, mert a szem mindent megmutat. A fizikai kezeléseket én 6 hónapig magam átéltem, gyakoroltam, amit bármelyik betegnek ajánlok, tehát én nagyon jól ismerem. De amikor 92-ben visszamentem tanulni, akkor ez volt a legfontosabb részemre, hogy megtanuljam a szem jelzéseit. Én 6 hónap alatt ott semmi gyógyszert és semmi táplálékkiegészítőt nem kaptam, és hál' Istennek gyógyultam nagyon is jól. Én azóta egyszer se ájultam el. Mikor én 3-6 éves gyerekeket vizsgálok, és a szemében az idegcsíkok kiabálnak, ekkor rögtön rákérdek a szülőktől, hogy milyen az élet otthon. Lelkileg. Természetesen mindenki azt mondja, hogy ó, hát ők nagyon szépen élnek. De a tegnapi napon vizsgált kisfiúnak is a szemében nagyon is látszottak az idegcsíkok, és már az utolsó beteg volt, és elővettem a lámpát, és elővettem az irisdiagnosztikai könyvemet, és mutattam neki, tessék megnézni, az édesanyának tetszik látni ilyen jelt is, ezt ő is látta a lámpával. A szem nem hazudik. Nagyon érdekes a meghatározása a Bibliában, Jézus szava, ha a te szemed tiszta, az egyik helyen azt írják, a másik helyen azt írja az apostol, ha a te szemed őszinte. Igen. A testnek lámpása a szem. És ha nem is tiszta, és lelkileg is lehet érezni, látni, nem is őszinte, itt bajok vannak. Amikor egy házaspár a gyermekkel szaporodik, bizonyára nagy felelősséget vesznek magukra. Mindkettőjük szeme előtt kell legyen, szünet nélkül a gyermeküknek értelmi, lelki és fizikai fejlődése, az egészségének megtartása. Akárhány gyermeke van egy édesanyának, egy édesapának, ezután már mindketten háttérbe kell, hogy szoruljanak, mert a gyermekek az elsők. Azt mondtam, hogy a gyermekek az elsők, de kijavítom, hogy a gyermekek elsők kellenének, hogy legyen, mert sok helyen nem az. Természetesen akkor is, hogyha nem egy gyermek van, és kivétel nélkül egyformán, személyhallgatása nélkül kellene ez így legyen. A kivételezés, a személyválogatás sebeket, fájdalmakat, gyűlöletet, kisebbségérzés, stb. Fog kifejlődni a gyermekben. Egy ideig figyelemmel kísértem egy családot. Nagyon talpra esett rendes emberek voltak. Az első gyermek kicsi korában építették a házat, és eddigre megszületett a második gyermek is. Úgy éreztem, hogy a házépítés és a túlzott rend vagy tisztaság mánia miatt a gyermek el volt hanyagolva, és a kicsi, a testvér megszületése után én nem csodálkoztam, hogy a gyermek nehezen viselte az óvodát is. Teltek az évek, és egy idősebb mindig jobban a háttérbe szorult. Minden fontosabb volt a katonás rend még a kertben is, de vajon volt elég idő meghallgatni a gyermekeket és beszélgetni velük? Édesanyám is 7 gyermek mellett igyekezett tisztán rendben tartani a lakásunkat és környékét, és természetesen a gyermekeket is bevonta ebbe a munkába.
mert kicsikortól kell megtanulni a rend szeretetét, de nem volt tisztaságmániás, és ránk is szakított időt. Nagyon komoly mondatot ír Ellen Goldwhite. A kiegyensúlyozatlan lélek, a hirtelen természet, az ingerlékenység, az irigység és féltékenység mind a szülők hanyagságáról tesznek tanúbizonyságot. Aki e gonosz vonásokat hordoz a jellemében, nagy boldogtalanságnak néz elébe. Itt is az idősebb gyermekben hamarabb kialakult a féltékenység, majd a kirívóan nagy dac, ellenkezés mindennel és mindenkivel szemben. Milyen élete van sok gyermeknek? Egyeseknek sohasem volt igazi gyermekkoruk, írja. Soha nem érezték a rügyező élet szabadságát, egyszerűségét és frissességét. Ehelyett szidva, letorkolva, megverve és a megróvások zömét hallgatva éltek, míg a gyermeki ártatlanság és bizalmas őszinteség irigységgé, félelemmé, féltékenységgé és álnoksággá változott bennük. Van ma a gyerekeknek igazi boldog gyermekkoruk? Óvoda, iskola, ilyen szakkor, amolyan kötelezettség. Vajon érdemes ezt így csinálni? Az van írva itt tovább. Sajnos majd, ha ők lesznek a felnőttek, csak nagyon ritkán bírnak azokkal a tulajdonságokkal, amelyek saját kicsinyeik gyermekkorát boldoggá tennék. Én úgy érzem, és nem csak érzem, tapasztalom is, hogy abban a gyermekben, akiben az irigység és a féltékenység kialakul saját testvére iránt is, abban nagyfokú kisebbségi érzés is ki fog alakulni. És ez meg fog nyilvánulni a mindennapi életben. És sokszor nagyon rosszul állnak mellé a család többi tagjai is. Általában azt tapasztalom, hogy a kisebbikbe alakul ki a nagyobbik iránti féltékenység, de nemrégen nálam járt betegeknél ezt fordítva is megtapasztaltam. Melledaganattal keresett fel egy 40 év körüli nő édesanyjával, és ez már eléggé ki volt alakulva nála. Nagy területet befedett, és meg is van már keményedve. Én döbbenten néztem, meg kértem, hogy szeretném látni, és kérdeztem tőle, hogy csak most keresett fel, vagy hogy nem tett eddig magáért valamit. És még jobban meglepődtem, amikor az édesanyja válaszol, hogy nekem is csak most januárban mondta meg, vagy mutatta meg. Hát ezt gondoljunk bele, milyen itt a családi összhang, ha egy lány az anyjának hosszú hónapok után mondja meg, hogy már régen kialakult a mellében ez a csomó, és milyen nagy már. Én itt is megkértem az anyukát, hogy hagyjon magunkra. És ennek a hölgynek a szavai döbbentesek voltak számomra. Nem ő a nagyobb, ő a kisebb testvér, de őt a testvére utálja, nekik borzasztó rossz a kapcsolatuk. Állandó harcban vannak egymással. És ami még jobban tetőzte a bajt, hogy egy blokklakásban egymás mellett vettek három lakást, egyet a szülőknek, egyet a lánynak, egyet a fiúnak. Tehát minden nap látják, egymás minden nap hergelik, minden nap gyűlölik egymást. Én nem tudom elmondani azokat a tekinteteket, azokat az arcokat, amit ilyenkor látok. Majd behívtuk az anyukát, és ő is elmondta, hogy igaz, hogy az férje jobban szerette a lányát, mint a fiút. Tehát először is kezdjük ott, hogy a fiúba alakult már ki a féltékenység, irigység. Elismert az anya, hogy ez is hiba volt, lehet, hogy itt kezdődtek a bajok. De nagyon meglepődtem az édesanyja tanácsán, amit mondott a lánykának. Menjenek el másik városba, és vesznek külön lakást neki, külön a szülőknek, nem egymás mellett. A fiú itt marad, és akkor megy hozzá, csak ha hívja, akkor fog, amikor segíteni kell bármit. Nem fogadta el a lány ezt sem. Sőt,
még jobban kibudjant belőle a lelke keserűsége. Neki mindig azt mondják, hogy neked ez se sikerül, neki az se sikerül, de úgy sem találsz férjed sem, te ezt sem tudod. Sőt, még a nagymama is mindig ezt mondta neki. Milyen családi légkörben élt ez a család? Mit láttak ezek a gyerekek? Hogy lehet egy szülőnek vagy nagymamának leértékelni, lenyomni a gyermekét? Neki kötelessége lenne mindig emelni és segíteni. Kibudjant én belőlem is, hogy nagyon sajnálom. De borzasztó nagy kisebbségi érzés van benne. De ő rögtön rávágta nekem, hogy ő benne nincs. Pedig lehet látni, hogy ő mindenáron bizonyítani akar most. Nem tudom, hogy ezek a szülők hogy élik meg, hogy ezek a gyerekek így gyűlölik egymást. A kiegyensúlyozatlan lélek, a hirtelen természet, az ingerlékenység, az irigység és féltékenység mind a szülők hanyagságáról tesznek bizonságot. Aki a gonosz vonásokat hordoz a jellemében, nagy boldogtalanságnak néz elébe. És ez így is van. Akiben féltékenység, irigység, kisebbségi érzés van, az nem tud boldog lenni. Mindig elégedetlen önmagával. Mit ír Bölcs Salamon az irigységgel kapcsolatban? A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás, de ki állhat meg az irigység előtt? Én azt tanítom, és hiszem is, hogy 16 éves korunkig olyanok vagyunk, amilyeneknek neveltek bennünket. De utána magunknak kell nevelni és formálni magunkat. Nem engedni a barátokkal, a világgal más befolyásokat, rossz befolyásokat engedni életünkben. Azt olvasom, az a nevelés, amely úgy fejleszti az értelmet, hogy önálló gondolkodásra bátorít, olyan erkölcsi jelentőséggel bír, amelyet csak nagyon kevés értékelnek. A másik, a legnagyobb örökség, amit gyermekeidre hagyhatsz, ha megtanítod őket önállóan gondolkodni és szívvel-lélekkel dolgozni. Ez a kettő dolog a legfontosabb. Meg kell állni a magunk lábán, tehát a szülőnek tudnia kell, hogy a gyerek felnő, és nem fogja tudni maga mellett tartani mindig, és nem az övé, ez egy független, önálló ember kell legyen. És erre kell bátorítania, tanítania, buzdítania, és nem belenyomni, hogy te nem tudsz. Azt mondja Bölcs Salamon, az ő beszédeivel másnak tetteti magát a gyűlölő, holott az ő szívében gondol álnokságot. Mikor kedvesen szól, ne bízzál ő hozzá, mert hét iszonyatosság van szívében. Tehát a gyűlölő tudja magát másnak is tetetni, és tud nagyon sokat ártani. Egy másik kirívó példát szeretnék felhozni, tanulságból. Tudva levő, hogy én kicsikoromban nagyon beteg voltam, és én nagyon is együtt érzek a kicsi beteg gyerekekkel. 2,5 éves cukorbeteg gyermeket hoztak hozzám. De az első pillanatra lehetett látni, hogy a cukorbetegség mellett ez a gyerek tiszta ideg. Izget mozgott, és az apa kiment vele sétálni az udvarra. Az anyuka elmondja, hogy milyen vizsgálatokon voltak, mi van, hogy történt minden. Majd többször is emlegette a babysittert. És én megkérdeztem, hát nem tetszik dolgozni, hogy babysitter. És felemelt hangon mondta, hogy hát hogy gondolja Katalin? Hát nem tudnék elmenni sehova, ha nem lenne babysitter. Ma már kevés helyen nincsen babysitter. Nagyon meglepődtem. Nem is tudtam szólni semmit sem, mert tudomásom szerint nagyon kevés helyen van babysitter, nem sok helyen. De nem szóltam erre semmit. De amikor a videón nézte a kezeléseket, hogy kell csinálni, azt mondja nekem, mikor átadom a papírt, hogy nagy felelősséget teszed rám tenni. És mondtam neki, én nem. Azt mondjam, ezt a felelősséget ön fönnvette, mikor világra hozta ezt a gyermeket. Mondom, bejött az apa a gyermekkel, és észrevettem, hogy németül beszél neki. És én megkérdeztem, hogy nem látják, hogy milyen súlyos beteg a gyermek, hát 2,5 évesen kell neki németül tanulni. És mi volt a válasz az anyukától? Akkor nem fog tudni felnőtt korában anyanyelvi szinten beszélni, ha most nem tanul.
Hát egy beteg gyermeknél ez a fontos. Hol van a szív? Hol van az érzés? Itt a gyermek élete volt a legfontosabb? Egyáltalán nem. Saját önző terveik és céljaik, a saját kényelmük. Ez volt a legfontosabb. Hát én őszinte ember vagyok, és mondtam az apának, mikor mentek el, hogy szálljanak le a földre, és gondolják át, hogy ez a gyermek nagyon beteg. És törekedjenek a gyermek gyógyulására. Milyen tanácsot kapunk Ellen Goldwhite-tól? A szülők őrizzék meg gyermeki érzéseiket. Sajnos csak kevesen tartják fontosnak, hogy ifjú érzéseiket, amennyire csak lehetséges, őrizzék meg, és természetüket ne engedjék szigorúvá és közönyössé válni. Hát mindkét oldal probléma, a szigorúság is, és a közönyösség is. Ebben nem azt mondtam, hogy a gyermekre mindent rá kell hagyni. A gyermekek sokkal boldogabbak lesznek a megfelelő fegyelmezés alatt, mintha engedik úgy cselekedni őket, ahogy ösztöneik sugallják. Vagy mit mond Böl Salamon? A vessző és a dorgálás bölcsességet áld, de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az anyát. Isten azt szeretné, ha a szülőkben vegyülne a gyermek bájos egyszerűsége, a felnőtt kor erejével, bölcsességével és érettségével. Mi a fontos egy gyermeknek? Hogy mindig legyen ideje a szülőnek vele foglalkozni, beszélgetni, meghallgatni őt. Miért? Mert a szavak a lélek közlekedési eszközei. De csak azok a szülők tudnak gyermekeikkel igazán beszélgetni, akik egymással is megbeszélnek mindent. Komolyan az a vágyuk, hogy elmondjam a feleségemnek, elmondjam a férjemnek. Minden gondjukat, bajukat megbeszélik. És a gyermek, ha ezt látja, erre rá fog szokni. De sajnos nagyon ritka az a szülő, nagyon ritka az a anya, aki örömmel mondja nekem, hogy az én nagylányom vagy a nagyfiam mihelyst hazajön, mindjárt mondja a problémáit, udvarlásait, intim dolgait, ő mindent közöl velem, és ezért, mivel teljesen kitárolkozik előttem, nem féltem őt. Ez nekem nagyon jó, ezért tudok benne bízni. De elmondja ő is, hogy ezt látta köztünk is, hogy az apukával mi is mindent megbeszélünk. Az ilyen gyerekek nem fogják mondani, mint ahogy mondta nekem egy felnőtt férfi, hogy én sose láttam a szüleimet beszélgetni. Régen a tévé, a rádió volt a gyermekpásztor. Mesehallgatás, mesenézés. Ledöbbentem, mikor nálam az egy év körüli gyermeket leteszik a földre, beállítják valamire a mobiltelefont és kezébe adja az anyuka, és akkor ő nyugodtan beszélget. Úgy most csak ledöbbentem, és kérdeztem, te tudod azt, hogy a mobiltelefonnak 80 cm-re sugárzása van? Hát kell ennek a kisgyereknek már sugárzást kapnia? A másik nagy dolog, hogy ne maguknak neveljék a szülők a gyermeket, hanem vegyék komolyan azt, hogy ő felnőtt és független ember lesz egykor. És szeretne önálló életet élni. Ha a támogatja a szülő, akkor ne zsarolja a támogatásában. Nagyon nehéz lehet az arany középutat megtalálni, de mégis arra kell törekedni a kedves szülőknek. A szigorúság és az elgényeztetés között, a magára hagyottság és az állandó figyelem között is meg kell találni a középutat, hogy boldog, munkaszerető, lelkiismeretes felnőtt lehessen majd egykor a gyermeke. Igen, egy felnőtt férfi mondta nekem egyszer, az én apukám soha nem mondta nekem, hogy fiam, ezt jól csináltad. És láttam, hogy ez még felnőtt korában is fájt neki. Kedves szülők, mindenben észre kell venni a gyermeket, amikor jót tesz is, el kell ismerni, és természetesen, ha nem jól tesz, azért meg kell fegyelmezni szeretettel. A családban kezdődik az életünk. A család az az iskola, ahol nagyon sok mindent meg kell tanulni. A családi nevelést az iskola és az óvoda nem pótolhatja. Itt kell megtanulni, hogy nem csüggedünk el, mert van egy jó Istenünk, akiben hiszünk, tehát a hitet, a reményt, az őszinteséget, az akarat erő gyakorlását. Ezt csak az a szülő tudja tanítani, aki nem nyomta el a gyermekében az akarat erőt. Aki nem nyomta le, hogy te semmit nem tudsz. A kitartás, ha valamit elkezdtünk, azt végig kell csinálni, a munka szeretetét, a mértékletességet,
A megbocsátó lelkületet, a bocsánatkérést. Igen, állj oda, és ebben ugyanilyen példa kell legyen a szülő ebben is, ha ő vétett valamit, ő is álljon oda, hogy ja, gyermekem, most én tévedtem. Nem fogja lekicsinyíteni az ő tekintélyét, sőt, a megelégedés lelkületét. Az a boldog ember, aki tudja mérlegelni, hogy ez van, ez az enyém, és ebben én megelégedek, és nem hajszolni túl versengés miatt a dolgokat a családom kárára. És tanuljunk meg megköszönni is. Ha nem tudunk megköszönni, akkor nem értékelünk semmit. Ha nem értékelünk semmit, akkor mi az örömünk? Aki nem tud megköszönni, az nem tud boldog lenni. Nekem ez a véleményem. Ne feledjük el, szülők, hogy ők a példák. És családban élni csak akkor a legjobb, ha akkor vagyunk boldogok, ha belülről csukjuk be az ajtót. Én nagyon sajnálom azokat, akik mindig mennek otthonról. Olyan jó itthon lenni, együtt lenni, beszélgetni. Higgyék el, hogy mindenki azt viszi magával, amit otthonról visz, amit otthon kapott. És ez benne marad. Mondtam, hogy 16 éves korunkig olyanok vagyunk, amilyenek neveltek bennünket, de utána álljunk a talpunkra. Ne engedjük magunkat sodorni az állal. És ha voltak rossz dolgok, mert mindenütt voltak, ami nem volt helyes otthon, azt tegyük félre, felejtsük el. De és jót is kaptunk, és emlékezzünk azokra a dolgokra. A gyermek nem akart megszületni. Tehát a fogantatásától kezdve fel kell venni a felelősséget ezért a gyermekért a felnőtt kor eléréséig. Teljes szívük szeretetével ő, illetve ők legyenek az elsők, személyválogatás nélkül. Ők legyenek a legfontosabb a családban, hogy mindannyian értelmi, lelki, testi egészségben, egyetértésben és boldogságban élhessenek együtt. És ha kiszálltok már a szülői házból is, öröm legyen a találkozás. Várják, hogy egymásra beszélgessenek. Elmondják örömeiket, bánataikat. Miért? Mert ezt szokták meg otthon, ha a szülők ezt így tették. Ennek az órának mi volt a címe? A családi légkör hatásai. Én nagyon-nagyon sajnálom azokat a gyerekeket, akik nem örömmel mennek haza, de ugyanakkor a felnőtteket is. Fogjuk meg a Jóisten kezét. Higgyünk benne, hogy ő mindenben megsegít bennünket, amit kérünk tőle. És ismerjük fel helytelen szokásainkat, törekedjünk azokat kiküszöbölni, elhagyni, és szeretetben tölteni napjainkat. És ha szülőké lettünk, ha áldást kaptunk az Úrtól, akkor próbáljuk azokat szeretetben, örömben egyenes útra tenni lábaikat, és úgy nevelni őket, hogy ők is boldog emberek, felnőttek lehessenek. Segítsen erre minden szülőt a Jóisten, ez az én imám mindenkiért.